Sziasztok, én Szeni vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Ebben a videóban egy nagyon cool kis adventi kalendáriumot bontunk ki. Ez a Revolve, vagy Revolve-nak a Beauty adventi naptára. Én idén találkoztam ezzel először, pedig nem most adták ki először. És ez 170 euróba kerül, szóval egyértelműen az ilyen drágább beauty naptára közé tartozik. Én szerencsére egy kicsit olcsóban tudtam megvenni. Az infoboxba lerakom majd azt a kuponkódot, amit én fel tudtam használni, de nem tudom, hogy még érvényes-e. No, de hogy miért is tartom én ennyire coolnak, már így látatlanban is, legalábbis hogy a tartalmát még nem is tudom. Amint látjátok, ez egy ilyen kis koffer, egy ilyen kis bőrönd formában érkezett, és ez szerintem tökre egyedi, egyedül a Lush-nak szoktak ilyen bőröndjei lenni 250 euróért, és hogyha ezt a bőröndkét kinyitjuk, akkor ezt látjuk, kis dobozok, nagyon szép a színkombó, mondjuk egyáltalán nem karácsonyi, szóval azt meg kell hagyni, de szerintem nagyon-nagyon ötletes. Na akkor kezdjük is, nézzük meg, hogy 170 euróért ez a számomra ismeretlen naptár mégis milyen. Oké, első nap eléggé jó kezdés. Ez egy Too Faced szempillaspirál, a Better Than Sex szempillaspirál egész pontosan. Hát ez egy drága cucc. Vagy hát relatíve drága. Mondjuk szegényke össze van nyomorgatva, különben nem fért volna be. De hát ez nagyon-nagyon jó. Remélem, ilyen lesz a többi nap is. Második nap is egy egész jó termék van, bár mondjuk csak 30 ml-es. Ez egy hajmaszk az Owai-tól, és hogyha jól olvastam, akkor ez göndörhajra van. Szóval egyértelműen nem jó sok embernek, de nagyon-nagyon jó illata van. Harmadikán egy nagyon szép kis termék van, de nem ismerem ezt a márkát. Jőr, jó, jór, zsúr, zsűr. Inkább megmutatom, jó? De fogalmam nincs, hogy kell kiejteni. Ez egy highlighter, egy highlighter púder. Ó, nagyon kis szép. A csomagolás is nagyon tetszik. Nagyon jó minőségnek tűnik. Egy ilyen kis, hát úgymond tükrös. Mondjuk furcsa, hogy nincsen csomagolva. Ez pedig az Ice szín. Negyedikére egy 35 ml-es tusfürdő van, legalábbis 35 ml volt, mert hogy látjátok, hiányzik belőle, mert kifolyt. Ami hát nem túl jó egy adventi kalendáriumnál, mert mindent összemaszatolhat. Ez amúgy a Salt and Stone márkától egy tusfürdő, Black Rose, vagy fekete rózsa és Oud illat. Amúgy nagyon jó, kicsit erős, friss, unisex illatnak mondanám. Ötödikén az Oribe márkától van, Imperial Blowout. Ez valamilyen styling krém, szóval gondolom a hajra, 15 ml-es, így van. Ezt bele kell dolgozni a hajba, és utána kell beszárítani. Eléggé kevés, szóval 15 ml a hajra azért... Hát nem túl sok, de kipróbálni jó. Hatodikán, ami nekem ugye Mikulás nap, az Agent Nature-től van egy 30 ml-es rózsás és gyöngyös hialuronos arc eszencia. Nagyon-nagyon szép, szerintem olyan letisztul, de mégis nagyon nőies a termék. Hetedikén egy pici termék van, Tower 28. A pisztáció árnyalatban. Ez egy ajak zselé. Nagyon-nagyon szép a színe, ez egy abszolút hétköznapi, hordható, ilyen rózsaszín nud árnyalat. Nyolcadik nap egy fekete, egy intenzív fekete szemhéjtus van a Stila márkától. Ez mindössze 0,25 ml, én szerintem ez nem full size. Hát látjátok is, hogy eléggé kicsi. Mondjuk tény, hogy egy ilyen folyékony szemhéjtusnak nem kell túl sok, de szerintem ez akkor sem full size. Ó, hát ez szuper!
9-én a Charlotte Tilbury-től van, Glowgasm Beauty Light When. Erről volt nekem már egy bemutató videóm, ott a Peach Gasm árnyalatot teszteltem, ez itt a Pink Gasm. Ami rajtam van, az a Peach Gasm, imádom, ez egy folyékony pirosító, aminek egy ilyen nagyon szép fénye van, szóval már highlighternek is lehetne mondani. A Pink Gasm pedig egyértelműen nem ilyen barackos szín, hanem inkább rózsaszínesebb. Azt hiszem, talán az is megvan nekem kisebb méretben. Szuper termék, 40 euró, wow! 10-én egy nagyon-nagyon jó illatú termék van, már így dobozon keresztül is iszonyat jó illata van. Ez az Osea vagy Ossi márkától egy Undaria Cleansing Body Polish. Nem teljesen jöttem még rá, hogy ez magyarul vajon mi lehet, de ez egy ilyen tisztító test hámlasztó talán, mint hogyha olyasmit is olvastam volna, aha, van benne. 30 milliliteres. Tényleg baromi jó ilyen wellness részleg, ilyen spa, masszázsszalon illata van, nagyon-nagyon kellemes. 11-én a Goop Beauty-tól van, Goop Glow. Ez egy Microderm Instant Glow Exfoliator, szóval ez egy peeling, ami rögtön szép fényt ad, 15 milliliteres. 12-én a Super Goop-tól van Glow Screen, eléggé hasonlóan hangzik, mint az előző termék. Ez egy 40 faktoros, 20 milliliteres napvédő. Ó, 13-án a Benefitnek van a Benefit Tint terméke. Ez egy tinta, ajakra és pofira is lehet használni. 6 milliliter, ez egyértelműen egy originál méret. Ennek az icike-picike verziója benne volt a Benefit adventi kalendáriumban, és ez egy olcsóbb naptár, és itt benne van full size-ban. Nem mindegy. 14-én a Brio Geo márkától van egy ilyen frizz elleni hajápoló, valamilyen rózsás dologgal, argán és kókuszolajjal, 30 milliliteres. 15-én egy visszatérő termék van, ez azt hiszem most volt a Sephora adventi kalendáriumban, az Alpha Beta-nak az univerzális mindennapos peelingje, 3 kezelés van benne. Király! 16-án a Color Wow-tól van benne a Dream Code Supernatural Spray, 50 milliliter, ez szintén azt hiszem a Sephora-ban volt benne, ugyanebben a méretben, ez egy tök jó termék, ott már említettem. 17-én egy kicsi 30 milliliteres anti-aging arctisztító van benne, Peter Thomas Roth-tól. Ja, nem egy hú de nagy méret, 30 milliliter, de azért párszor lehet használni. De jól néz ki, mi ez? 18-án a Dibs márkától Glow Tour Duo. Ez egy olyan termék, aminek az egyik fele kontúr, a másik pedig egy csillámos arcpirosító, 9,4 gram. Nekem már maga a doboz nagyon tetszik. Nem ismerem amúgy ezt a márkát. Ó, és a termék is tök jó. Az árnyalat neve a Starlit. Ez lesz a kontúr oldala, ez egy ilyen sötét barna. A másik pedig egy ilyen nagyon szép, hát ilyen korallos, kicsit barackos piros. 19-én kettő termékünk is van az Olaplex-től, mind a kettő 20 milliliteres. Az egyik egy sampon, a másik pedig hajkondicionáló. Nem túl nagy ugye, 20 milliliter, szóval nem talán egy ilyen 2-3 alkalomra elég. De szuper, hogy kettő van benne, rögtön a sampon és a kondicionáló is. 20-án a Tarte-tól van egy kicsi méretű szempilla spirál, ez 2 milliliteres, szóval szerintem próba, a Tartlet Tubing Mascara. Nagyon-nagyon sok mindent ígér, elvileg nem mosódik el, meg nem lesz ilyen darabkás 24 órán keresztül, és nagyon-nagyon jól néz ki.
21-én egy nagyon érdekes termék van, szerintem tök jól néz ki már, mint egy ilyen kis karácsonyfadísz. A márka neve a Slip, ez 4 darab vékony sejem hajgumi, szóval egész pontosan scrunchy. Nem tudom, hogy itt csomagoláson keresztül átjön-e, hogy milyen színűek vannak benne, van 2 sötétebb, egy sötét lila és narancssárga kombós, egy szép rózsaszín és egy nagyon halvány lila. Ez egész jó pofa. 22-én egy Elemis termék van, Pro Collagen tisztító balzsam. És egész pontosan 20 grammos. 23-án megint 2 termékünk van, ráadásul a Dr. Barbara Sturmtól, ami egy eléggé drága márka. Oké, ez 2 ilyen kis próbaméret, az egyik egy 3 ml-es hialuronos szérum, a másik pedig egy 3,5 ml-es arckrém. Ja, szóval oké, hogy ilyen kis teszterméret, de legalább 2 van benne, és ez tényleg egy drága márka. Nézzük végül 24-ét, ez az utolsó doboz, nincsen 25-dik. Ebben a Summer Fridays-től van Heavenly 16 All-in-One Face Oil. Szóval ez egy arcolaj, 30 ml-es kiszerelésben. Nagyon-nagyon szép a doboza. Ó, és maga a termék is nagyon kis csinos. És ennyi volt a Revolve adventi kalendáriuma. Nagyon-nagyon örülök, hogy végül megrendeltem, mert nem csak baromi jól néz ki, hanem szerintem tök jó termékek is vannak benne. Igen, nem egy túl olcsó naptár, ez inkább a drágábbak közé tartozik, de több olyan volt, amire azt mondom, hogy igen, ezt ismerem, és nagyon jó termék, vagy nagyon szívesen kipróbálnám, és ez azért relatíve ritka, legalábbis idén, egyelőre nem sok naptára mondtam azt, hogy na ez nagyon tetszik, de ezt abszolút te tudom ajánlani, nekem tényleg nagyon-nagyon bejön. Írjátok le ti is a véleményeteket kommentbe, és hogyha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!